Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ma húsvét vasárnap. A mai evangélium Szent Lukács könyvéből van. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra, 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte. Miért? Mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink úgy kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestet. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a proféták jövendőltek? Hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban róla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betérte hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak. Ugye lángolta a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órádban útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! A mai evangélium az Emmauszi tanítványokról szól. Nem a 12 apostolról, ez a két tanítvány a tágabbi tanítványi körből való. Csalódottan, szomorúan mennek hazafelé Jeruzsálemből Emmauszba.
úgy is mondhatnánk, lógó orral. Miért csalódottak ezek a tanítványok? Mert nem az történt szerintük, amit vártak Jézustól. Jézust keresztre feszítették, ezzel vége a reményüknek. Ők egy evilági messiást vártak. Politikai szabadságot, gazdagságot, jólétet vártak a messiástól. Mivel ez nem teljesült, ezért szomorúak, csalódottak. Útközben Jézussal beszélgetnek, de nem ismerik fel. Azt mondják, most már nem remélnek semmit. Talán mi is néha hasonlítunk az Emmauszi tanítványokhoz, amikor nem valósulnak meg vágyaink, terveink, és szenvedés, betegség, stb. Jut helyette. Ilyenkor megkérdezzük, hol az Isten? Hogy engedheti meg ezt az Isten? Hol az Isten a korona járvány idején? Hol lenne, ha nem itt? A koronavírus idején tudnunk kell, hogy velünk jön a krízisbe és a szenvedések tengerébe. Szabadon idézve Püspök atya körlevelét. Szent második János Pál pápa súlyos betegen ezt mondta. Krisztus is vitte keresztjét, én sem tehetek mást. Ezt egy szent pápa mondta, amikor nagyon nagy beteg volt. Amikor az Emmauszi tanítványok Jézussal beszélnek, nem ismerik fel. Sőt, elmondják, nem is remélnek semmit. De milyen jó az Isten, amikor mi már nem remélünk, és nem keressük az Istent, akkor Isten kezd keresni bennünket. Amikor nagyon szomorúak vagyunk, süggettek, reménytelenek vagyunk, amikor talán félünk a jövőtől, amikor mi már nem keressük Jézust, mert miért keresnénk, akkor ő kezd keresni minket, és hirtelen ott van mellettünk. Amikor összecsapnak a hullámok a fejünk felett, amikor úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, amikor félünk, szorongunk, akkor Isten mindig megkeres bennünket. Megkeres bennünket egy prédikáció által, egy jó lelki könyv segítségével, egy szent életpéldájával, tanúságával, lelkivezetőnk által, egy jó emberrel éppen akkor találkozunk, akit Jézus küldött, aki meghallgat, vigasztal, bátorít bennünket. Bizonyára tudunk a saját életünkből is példákat. Gondolkodjunk el azon, hogy mikor voltunk mélyponton, és keresett meg Jézus, a feltámadt Krisztus. Jézus megkeres bennünket és hív. Nem fárad bele keresésbe és a hívásba. Mindenkit keres és hív. Érdemeseket és érdemteleneket egyaránt. Mindenkit. Van, akit újra és újra keres és hív, mert elkóborolt, mint az elveszett bárány. Van, akit nagy szeretettel hazavár, mert elhagyta az atyai házat, mint a tékozló fiú. Van, akit most húsvétkor keres és hív először, mert most ért halló távolságba. Ő az egyetlen, aki nem azért keres és hív, mert neki van szüksége ránk, hanem azért, mert nekünk van szükségünk őrá. Nem magáért keres és hív bennünket, hanem magához hív, hogy segítsen rajtunk. Azért keres és hív, hogy jobbá szeresse minket, nem jobbá szidni, hanem jobbá szeretni akar bennünket. Azért szeret bennünket, hogy jobbak legyünk, és segítsen rajtunk.
Az Emmauszi tanítványok a kenyértörésben ismertek rá Jézusra. Mondhatnánk így a szentáldozásban. Ismert okok miatt most nem részesülhetünk szentáldozásban. De Jézussal, a feltámadt Krisztussal találkozhatunk, annak ellenére, hogy nem részesülhetünk szentáldozásban. Találkozhatunk vele, ha ketten, hárman összejövünk az ő nevében. Megígérte, hogy ott lesz velünk. Vele találkozhatunk a Szentírásban is. A beteg, idős, magányos, szenvedő emberben, a sérültben, a hajléktalamban, a lenézettekben, a szegényekben ugyanaz a feltámadt Krisztus van jelen, mint az oltári szentségben, a Szentostyában. Jézus mondta, amit a legkisebbek közül egynek teszünk, azt vele tesszük. Tehát azonosítja magát a rászorulókkal, a legkisebbekkel. A járvány idején sok lehetőségünk van Jézussal találkozni. Csak a szeretet szemüvegén keresztül nézzünk körül, és akkor nem csak megünnepeljük húsvétot, hanem találkozunk a feltámadt Krisztussal is. Amen.